Sziasztok Star Wars rajongók! Üdvözlök mindenkit az Akadémián! Mint ahogy azt már a címből tudhatjátok, a mai témánk ismételten még az utolsó Jedihez fog kapcsolódni. Azon belül is Snoke elit testőrségéről, azaz a Praetorian Guardistákról lesz szó. Jelenleg még okát érzem megemlíteni, hogy a videó bizony masszív spoilereket fog tartalmazni a filmből. Tehát kérlek, ennek tudatában folytasd a megtekintést. Én szóltam. Tehát, az elit Praetorian Guardisták. Nos, ez a szervezet egy 8 tagú, testőri feladatokra kiképzett emberek alkotta harcos alakulat volt. Feladatukat az első rend legfőbb vezérének, Snoke-nak a védelme és szolgálata tette ki. Követvén a hagyományokat, melyeket a birodalom idején Sheev Palpatine császári testőrségénél láthattunk, a pretorián őrök is piros ruhát, illetve páncélzatot viseltek. Igaz, az első rend rengeteg dolgot vett alapul a birodalomtól, így nem csak a vezérőrének piros ruházatát. Viszont a nevüket, tehát a Praetorian Guardista elnevezést már nem a birodalmiaktól örökölték. A pretoriánusok pontos eredete a homályba veszett, de maga az elnevezés Artizia 14. császárjától, Kitel Parttól származik. Az ő királyi őrei is párban harcoltak, tehát valójában igazából az első rend 8 Praetorian Guardistája az lényegében 4 párt alkot. A párok tagjai egyforma páncélzetben és fegyverrel álltak szolgálatba. Az őrök közül 3-at tudunk megkülönböztetni személy szerint. Az első őrt, aki egy elektrobiszentóval harcolt. A harmadikat, aki a Bilari elektrolánckorbásot forgatva küzdött Rayjel, és a hetedik gárdistát, aki pedig szintén Ray ellen harcolt Iker Vibro Arbir pengéivel. A többiek számozásáról vagy sorrendjéről ebben a hierarchiában sajnos jelenleg nincs információnk. A piros páncélzatuk kiválóan beleolvadt a fensőbség, azaz a Supremacy fedélzetén lévő trónterem ugyanilyen színű függönnyel borított hátterébe. Innen szinte észrevétlenül és azonnal tudtak lépni, ha a Snoke elé engedett bármely vendég ellenséges szándékot mutatna. Tehát állandó készenlétben figyeltek mindenkit, aki belépett. Erejük és jelenlétük viszont megkérdőjelezhetetlen. Sőt, a páncélzatuk még csúcs technológiákat is felvonultatott. Olyan több rétegben vezetékekkel átszőtt öltözet volt ez, mely képes volt egy rendkívül erős mágneses mezőt generálni, ha aktiválták. Bekapcsolása után a sugárvetőkből érkezett lövedékek lepattantak róluk, valamint egyes esetekben még a fénykardok pengéjét is képes volt hárítani. Habár egy ilyen fegyverből érkező döfés már képes lehetett átütni rajta, valamint azért nem volt teljesen fénykard ellenálló ez az anyag és technológia kombó. Viszont a mágneses húzalozás rendkívül drága volt, és a páncélzat súlya is jelentős mértékben megnőtt. Tehát még így is nehéz lehetett benne mozogni, annak ellenére, hogy a szegmentált lemezvértelemei rugalmas mozgást tettek lehetővé. Valamint a mágneses elemek kisülései miatt az öltözetek folyamatosan fájdalmat okoztak a viselőknek. Azonban a gárdisták vállalták ezt az áldozatot Snoke legfőbb vezér védelmének érdekében. Különböző harcművészetek jellemvonásait lehetett felfedezni a mozdulataikban. Ilyenek voltak például a teraszkasi, melyet már a Kit Fistot bemutató videóban is említettem, és többek közt még maga a legendás Sith Darth Maul is a használója volt. Akkor volt köztük olyan, aki a bakuni kéz technikáit használta, sőt, még a vakvölgy, azaz a Narkanji is felfedezhető volt. Valahol az őrök összetett harcstílusa ennek a három megemlítettnek a keveredése volt igazából. De mindenképp dicséretes, hogy egy ilyen eddig csak a legendákban létező technikát is behoztak, mint például a bakuni kéz. Ezeken a különleges harcművészeteken túl még egyedi, rendkívül erős közelharci fegyverekkel is fel voltak szerelve. A pretoriánusok fegyvereit primitív kézi fegyverekről mintázták, tehát kardok, botok, szabják és láncsafélék voltak. Sokkal szuperebb kivitelben persze. Minden fegyver élét edzett acélpenge biztosította, melyek az összes fegyver esetében egy-egy darab ultrahanggenerátorhoz kapcsolódtak. Ez magas frekvenciájú rezgéseket keltett a penge élementén, és így még halálosabbá váltak a csapások. Ezek mellett pedig jó párnál alkalmazták, hogy a vágóélekkel párhuzamosan futott egy elektroplazma szál, mellyel a fegyver már akár fénykardok ellen is hatásossá válhatott. Egyedül a Bilari elektrolánckorbásnál hiányzott ez, de itt helyette egy tagolt fegyvert kaptunk, melynek részeit egy köteg elektroplazmaros kötötte össze. Minden fegyver markolatjában, hasonlatosan a fénykardokhoz ugye, egy-egy energiacella helyezkedett el, mely biztosította a fegyver energiaellátását. Szolgálataik alatt Snoke legfőbb vezért őrizték, a trónjának két oldalán álltak és figyeltek bármikor harcra készen. Erre nagyon jó példa volt az a jelenet, amikor Snoke maga elé hívatta Kylo Rent, hogy felelősségre vonja a csillagpusztító bázis megsemmisítése okán, valamint hogy rámutasson, hogy mennyire megtört tanítvány is ő. Ahogy szidalmazta és lekezelően bánt vele, Kylo Ren kezdett mérges lenni.
És amikor egy mozdulatával ellenszegülést mutatott a legfőbb vezérnek, abban a pillanatban már rögtön harcra kész helyzetbe hozták magukat az őrök, szinte egy pillanat alatt. Igaz, oktalanul, ugyanis Snoke egy erővillámmal meghátrálásra késztette a naív tanítványt, és egy biccentéssel jelezte a gárdistáknak, hogy ura a helyzetnek. Amikor aztán Kylo Ren Rey kínzása és vallatása közben váratlanul megölte Snoke-ot, a pretorián gárdisták azonnal harcba szálltak a két jelenlévő erőérzékeny személlyel, szinte habozás nélkül. Egyetlen céljuk volt már csak, megbosszulni a legfőbb vezért. Ren és Rey egyszerre szálltak szembe a nyolc gárdistával egy rendkívül intenzív harcban, mely, mit nem mondjak, számomra talán a film egyik legjobb jelenete lett. Nem a személyek, hanem az akció intenzitása miatt. Főleg, hogy nekem nagy elvárásaim voltak ezekkel az őrökkel kapcsolatban. Ha emlékeztek még, akkor ezt mondtam is akkor, amikor előzetesen elemeztük ezeket az egységeket. Tehát egy rendkívül igényes és pörgős harcra került sor, melyben az őrök egy pillanatra szinte tényleg felülkerekedtek a két erőhasználón. Igaz, végül elbuktak és mind meghaltak a harcban, de szereplésük egy hatalmas pont volt a filmben. Nos, akadémisták, ennyi lett volna a Snoke utolsó védvonalának, a pretorián gárdistáknak az ismertetése. Remélem, elnyerte a tetszéseteket és élveztétek a videót. Szeretném, ha a kommentek közt megosztanád velem a véleményed ezekről a bestiális harcosokról. Ha engem kérdeztek, akkor csak ismételni tudom, amit mondtam. A film egyik legmagasabb pontja volt az, amikor ezek az őrök szerepeltek. Nos, ennek én valahol örülök is, meg nem is. Hogy miért nem? Nos, azért, mert úgy érzem, hogy nem a testőrség elleni harcnak kellene a legepikusabbnak lennie egy ilyen helyzetben. De azért mondjuk ki, nagyon jó jelenet volt az a harc. Így a végére pedig nem is maradt más hátra, mint hogy megosszak veletek egy jó hírt. Hála Bende Kristóf támogatásának sikerült beszereznem egy új, hát mondjuk úgy elég király mikrofont az akadémia számára, melyel már talán élvezhetőbben és könnyebben sikerült tartalmat gyártanom nektek. Tehát köszönöm neki mindenki nevében. Te észrevetted a videó alatt a különbséget? Szavazz a jobb felső sarokban, hogy szerinted lett-e változás a hangminőség terén. Mint mindig, most is várom a hozzászólásaitokat és szavazataitokat. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne feledjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek!